Jó estét kívánok! Némi indokolatlan jókedvel ülünk itt a stúdióban a vendégekkel, mert hogy ahhoz képest indokolatlan, hogy elég súlyos, botrányos és sok kérdést felvető ügyekkel fogunk foglalkozni a mai adásban, és már láthatják is a mai résztvevőket. Itt van velünk Nagy Attila, Tibor, Veres Gábor, illetve Unyacsinszky György, mindenkinek köszönöm szépen, hogy eljött. És hát nyilván azzal a témával kezdünk, amire hát valószínűleg politikusok, ellenzéki politikusok, meg újságírók, elemzők régóta vártak, hogy elkezdődött a fővárosi törvényszéken Sádló György és Völner Pár, illetve a többi vádlott pere. Mutatjuk azt, hogy mi történt az első napon. Rezzenéstelen arccal érkezett a bíróságra a korrupcióval vádolt volt igazságügyi államtitkár. Völner Pál negyed órával a tárgyalás kezdete előtt újságírók gyűrűjében ment a tárgyalóterembe. Újságírói kérdésre azt mondta, nem követett el semmit abból, amivel vádolják. Völner Pál a vádlottak padján találkozott ismét az öltönyben, bilincsben és vezetőszáron érkező, arcát maszkkal eltakaró Sadül Györggyel, aki nem engedélyezte, hogy felvételeket készítsünk róla. A vádlottak és védőik felszólalnak. Nem mindennapi kép, hogy egy volt államtitkár ül a vádlottak padján. Völner Pált és Sadül Györgyöt, a végrehajtó korábbi elnökét és 20 társukat korrupciós és vagyonelleni bűncselekményekkel, valamint pénzmosással vádolják. Az ügyész 7 vádpontot érintett. A vádirat szerint Sadül a végrehajtói kar elnökeként Völner Pállal korrupciós kapcsolatot ápolt. Ezen korrupciós kapcsolat keretében dr. Sadül György 2018 májusát megelőzően, pontosan meg nem határozható időpont és 2021. július 13. napja között jogtalan előnként összesen 83 millió forint készpénzt adott át dr. Völner Pállnak. Völner Pál ezeket az összegeket minden esetben elfogadta. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökeként dr. Sádi György pedig a kinevezésükért cserébe önálló bírósági végrehajtóktól 2018. októberre és 2021. júniusa között összesen legalább 924 millió 852 ezer forint jogtalan erőnyt vett át. Ugye ők maguk még nem szólaltak meg a bíróságon, majd jövő héten fogják őket meghallgatni, de mind a kettőkre nagyon súlyos éveket letöldendő börtönbüntetést kért az ügyészség, azt hiszem 8 meg 10 évet. Vajon, ha egyszer valamikor vége lesz ennek az első foknak, másodfoknak, és ha még jön további kör, tisztában fogunk látni? Ebben az ügyben? Uh-huh. Nem, szerintem nem. Tehát az, a múltkor is erről beszéltünk, lehet, hogy pont Attilával együtt voltunk, hogy szerintem az történik, hogy bedobták ezeket az embereket ebbe a történetbe úgy, hogy ezeket a szálakat itt el is varják. Tehát én egész biztos vagyok abban, ne legyen igazam, csak az eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogy ezek, körülbelül ezekig a személyekig tudnak elnyúlni a NER-en belül ezek a problémák, és azon túlmenően, hogy egyébként mondjuk az igazságügy miniszter felelősségét valaki felveti ebben a kérdésben, az nem jellemző. És azt hiszem, hogy amint ennek vége lesz, és megkapják az ítéletüket, szerintem ezzel az ügyel senki nem fog tovább fogni. Itt a többes szám három, az ők, az kit akar? Mármint, hogy ők. Hát mert hogy úgy fogalmaztál, hogy így szemezgetnek az események láncolatából, és valami bekerült a vádiratba, amit egyébként megint csak egy speciális szűrőn keresztül a nyilvánosság számos szelete már megkapott, meg mi is rengeteget foglalkoztunk vele, szóval, hogy ki dönti el, hogy ennek az ügynek mely részlete kerül nyilvánosságra, és kerül bele a vádiratba, és ügyész, kerül a bíróságra. Az ügyészség, senki más. Értem, pedig. Politikailag. Hát politikailag is az ügyész. Hát a főügyész egy fideszes képviselő volt, bocsánat. Tehát én nem állítom, hogy a Polt Péter konkrétan megmondta, hogy mi juthat el ebből és hova, de azt mondom, hogy amennyiben ez a gyanú fent, tehát már pedig ez egy tény, hogy egy volt fideszes képviselő, vagy képviselő jelölt a főügyészünk, akkor engedjék meg, hogy feltételezzem azt, hogy könnyen előfordulhat az is, hogy nem biztos, hogy az ilyen NER lovagoknak, vagy az ilyen NER-es közszereplőknek és főszereplőknek az ügyeit mondjuk pont olyan vehemenciával tárgyalják, mint mondjuk egy ellenzéki képviselő. Azt azért ne felejtsük el, hogy nem csak az ügyészségtől szivároghatott ki. Nekem az az állításom, hogy akár az ügyvédektől, vagy valamelyik ügyvédektől is kiszivárogtatás történetet, vagy a hozzájuk közel álló emberektől. Ne felejtsük el, hogy a nyomozati iratok nagy részét, bár erről volt kis vita a bíróság mai ülésén,
hogy pontosan mennyi, de a nyomozati iratokat eddigre már át kellett adni a terhelteknek, illetve a védőiknek. Tehát ők is megkaphatták, és azt is felvetném, hogy ezeknek a szivárogtatásoknak lehet akár per taktikai érdeke is, tehát hogy éppen a Völner pára kedvezőtlenebb, vagy éppen Sadurra kedvezőtlenebb szivárogtatások jelenik meg egyik vagy másik oldalon. Ez egy erős verseny, hogy kire nézve voltak kellemesebb, vagy kellemetlenebb. Egy biztos, hogy Kazinczy díjat Sadul nem fog kapni. Ugye az elején azzal kezdett, hogy Börtönben ritkán adnak, igen. Az elején azzal kezdett, hogy régóta. Tudom. Ízes káromkodásokba fogott. Értettem. Nem csak, hogy mondtad, hogy régóta vártunk erre, hát én még tudtam volna várni. Tehát, hogy pont a kiszivárgott anyagok egyébként bennem azt a benyomást keltették, hogy tényleg pont olyan részleteket sikerült megismernünk, hogy volt egy problémás rendszer a minisztériumon belül, mindenki tudta, hogy itt zajlik ez az egész, de féltek az emberek jelenteni a minisztériumban. Miért féltek jelenteni a minisztériumban? Mert beazonosítható lett volna a névtelen bejelentő is. Vagy konkrétan az a személy, aki felügyelte volna a névtelen bejelentést, az részese egyébként az eljárásnak is. Tehát, hogy ezt mondjuk érdekes lett volna megnézni, hogy akkor a miniszter, tehát a tárcát vezető miniszter, az végülis így mit, hol a felelősség ebben? Jó, az de egészben. Azért... Bocsánat, még egy szempont, hogy előkerültek ugye országgyűlési képviselők is, akik a tanúvallomások szerint, akik befolyással voltak, és javaslatokat tettek arra, hogy ki lehet majd végrehajtó az adott körzetekben. Mi köze van egy országgyűlési képviselőnek ehhez? Ráadásul Csizi Péter neve is volt, hogy Csizi Péter ebben az időszakban nem is országgyűlési képviselő volt, hanem állami cégekben volt vezető tisztségviselő. De ezt megszoktuk, hát a dohány boltokat ugyanígy osztották el, tehát ezen már nincs mit meglepni. Világos, csak ezzel ide akartam kiukodni, hogy hát én tudtam volna még várni, amíg mondjuk ezek a szálak is egy kicsit jobban ki vannak bontva. Hát ugye 1500 oldalról van szó, tehát a nyomozati írat 1500 oldal, ebből pár tucat oldalnyi anyagot tettek közzé a különböző honlapokon, sajtótermékekben, tehát egy elősen megszűrt anyagról van szó. Na jó, tehát hogyha a mérlegnek azt a serpenyőjét nézzük, hogy mi nem került bele, az ugye azért nehéz, mert a bíró abból tud dolgozni, amit a vádiratban az ügyészség előtesz. De azért az a kritika, hogy lámlám itt a NER-rel szemben nem működik az igazságszolgáltatás, azt meg pont ez az egész ügy cáfolja, mert hogy azért olyat még nem láttunk, hogy miniszterhelyettes korábbi államtitkár vádlottak padján. Emily, a Völner Pál az nincs letartóztatva. Tehát hát ott, attól még de bocsánat, de a Sadl György, aki két évvel többel van fenyegetve, mint a Völner Pál, meg börtönben van. De ez csak egy szelete. Nem biztos, hogy a kedves nézők tudják, erről nem szoktunk beszélni, hogy önálló bírósági végrehajtónak lenni a világ egyik legjobb üzlete Magyarországon. Elképesztő mennyiségű végrehajtási ügy van Magyarországon, a bedőlt hitelektől kezdve a számtalan tartozáson keresztül fizetési meghagyásos eljárásban, aminek a végrehajtó maga a körülbelül annyiban részese általában a peren kívüli történetekben, hogy kiadnak egy papírt, hogy fizessen be ennyit, és ez nem történik, amikor lefoglalják a lakását, kocsiját, mindenét, és a végén, amikor kifizeti a delikvens a tartozását effektíve, ami már tehát valamennyi kamattal növelten kifizette, akkor még a végrehajtónak is be kell fizetnie egy nagyon jelentős összeget azért, hogy ő közben járt ebben a végrehajtásban. Tehát az, hogy valaki önálló bírósági végrehajtó vagy bírósági végrehajtó lehessen, az rengeteg sok pénzt ér annak, aki az akar lenni. Hát ezt láttuk, igen. És ennek az eredménye az, ami itt történik, mert ahol így lehet, bocsánat, lopni, ott általában a NER-ben lopnak is. Na de ezek üzleti vállalkozások, hát lehet, hogy ez az egyik fő probléma. Lehet, hogy meg kéne fontolni, hogy visszakerüljön a bíróságokhoz szervezetileg, tehát hogy az állam részei legyenek megint a végrehajtók, ahogy volt korábban, mert most miután ezek vállalkozások eléggé profit érdekeltek, ahogy látjuk. Mennyiben? Ennyit ide, bocsánat, hogy a pártfogó felügyelet, tehát ami kifejezetten a börtönből kijövő, vagy a közmunkára ítélt emberek, az például a fővárosi kormányhivatalhoz tartozik.
Tehát ez nem az ügyészséghez, nem a bírósághoz tartozik, hanem egy kormányhivatali megbízatás. Mennyiben rontja Sárli György és Völnepel védekezését az, hogy az egyik vádlott, aki ráadásul a végrehajtói kar hivatalvezetője volt, ő abszolút elismerte a bűnösségét, mondván, hogy ő segített Sárli kívánságainak megfelelően így úgy átpontozni a végrehajtói pályázatokat, amik utána bekerültek az igazságügyi minisztérium elé, abszolút megmondva, hogy hol kit kell kinevezni, képernyőn lefotózva, ugye ezek is kiszivárogtak. Szóval, hogy az, hogy már az első napon ő ezt beismerte, ez milyen koronatanút hozhat? Tehát innentől, tehát az van, hogy ő elmondta, hogy ezek valós tények, tehát tényekkel állunk szemben az ő állítása szerint. Most, ha ez igaz, amit ő mond, és nem egy hamis tanúvallomást tett azért, hogy mentse a bőrét, vagy nem olyan vádalkot kötött, vagy nem tudom, fenyegették a rendőrök, ügyészek, ha ez igaz, akkor ebbe ez a két ember el lesz ítélve. Hát én azért óvatosabb lennék már annyiban, hogy Magyarországon olyan bírósági tárgyalások nyilvánossága, hogy a tárgyalások anyagait, nyomozati anyagait már nem rakják fel. Tehát az, hogy ez a vallomás nyilván segíti az ügyészség munkáját, nyilván nem tagadni, és azért Völner pár számára az sem egy túl jó fejlemény, hogy az ügyészségi váderedményesség Magyarországon döbbenetes. 95 vagy 96% körül van. Én ezt furának tartom egy kicsit azért köztünk szóval, de mondjuk ez is segítheti az ügyészséget, csak mondom, én annyiban mégis óvatos lennék, hogy miután nem ismerjük az összes anyagot, hát azon belül lehetne eldönteni, hogy ezek a beismerő vallomások mennyire döntőek, nyilván fontosak lehetnek az ügyészségnek. Egy apró gondolat csak, hogy egy ilyen kiterjedt ügynél ugye nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne legyen eljárási hiba. Mert az eljárási hiba onnantól kezdve a vádlottakat eléggé erősen segíti. Néha elkövetik véletlenül bizonyos vádlottak esetében. De az egy nagyon érdekes kérdés, tudom, hogy nem sok időnk erre a témára, de még egy kérdést felvetnék, ha egyszer majd beszélünk róla, hogy vajon ki és milyen módszerrel, és miért pont azoknak a sajtóorgánumoknak juttatta el ezeket a felvételeket, amelyeknek eljuttatta, és amelyekben szemezgetünk. Egy pertaktika, az előbb mondtam. De azt mondom, hogy de nekem van erre egy olyan konteum, hogy ez egyáltalán nem valószínű, hogy lehet, hogy pertaktika, tehát nem vitatom, könnyen lehet ez is. A másik oldalon azért érdemes megfontolni azt a verzióját ennek a történetnek, hogy mi van akkor, hogyha az eljárásban, az eljárást megelőzően kifejezetten arra vonatkozóan, hogy ezeket az embereket konkrétan ítéljék el, és legyen körülöttük minél nagyobb cirkusz, és rájuk vonatkozzon ez az egész történet, és nem másra, dobták be ezeket, mielőtt még elkezdődött volna a tárgyalás. Hát az is lehet, hogy a vádlottak a másik pozícióját akarják gyengíteni ezekkel a szivárogtatásokkal. Nem tudom, hogy így van-e, ezt azért egyik hangsúlyozom. A másik ellen nem tudom, hogy így van-e, de akár ezt is el tudom képzelni, hogy hát ugye szorult helyzetbe kerülnek a vádlottak, hát akkor próbálják menteni magukat, ahogy lehet. No, és akkor a vádlottak szempontjából legfontosabb kérdést tettük fel önöknek. A nap kérdése rovatunkban, mert hogy ma az volt a kérdés, hogy önök szerint letöltendő büntetést kap-e majd végül Völner Pál és Sárli György, és hát viszonylag megosztottak a nézőink, 44%-a mondta azt, hogy igen, 56%-a mondta azt, hogy nem, ez esetben azért ez az 56%, ez megdöbbentően nagy arány. Vagy magyar igazságszolgáltatásba vetett hitet látjuk ezen a grafikonon. Vagy lehet, hogy nem mindenki van tisztában olyan mélységében a kiszivárgott anyagoknak, mint ahogy mi. Igen, de most kíváncsiak, a beszélgetés végére változik-e. Igen. Jó, majd lehet, hogy megmutatjuk még egyszer a végén. Viszont megyünk tovább, mert hogy egy egészen megdöbbentő hír látott ma napvilágot Győr városából, ami Borkai Zsolttal kapcsolatos, mutatjuk, hogy mi az. Győr egyik városvezetője megerősítette, hogy tényleg a város díszpolgárának jelölték Borkai Zsoltot, írta meg a HVG. A korábbi fideszes polgármester egy horvátországi szextúra és az arról készült videófelvétel okozta botrány miatt volt kénytelen távozni. A jelölésről eredetileg az úgytudjuk.hu írt, egy birtokába került listára hivatkozva. Radnóti Ákos Győr fideszes alpolgármestere most azt mondta a HVG-nek, hogy Hajtó Péter fideszes közgyűlési képviselő jelölte Borkai díszpolgárnak. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a dönteni hivatott bizottság hogyan szavazott a jelölésről, így az sem ismert, hogy végül a győri képviselő testület elé kerül-e Borkai jelölése. Szóval ez fontos volt ez az utolsó egy mondat, hogy még nem lehet tudni, hogy a bizottság hogyan szavaz, és hogy a végén a képviselőtestület szavaz-e. De ezt először olvastam, akkor
esküszöm, arra gondoltam, hogy hú, itt valaki nagyon megtrollkodott valamit, vagy valakit, vagy ez egy nagyon nagy fricska. Tehát, hogy igen. Nem akarom lenyúlni a poént, de tudjuk, gondolt. Hogy nem a Borkait fogják jelölni. És azt is tudjuk, hogy egy másik, hivatalban lévő, ma is hivatalban lévő ismert fideszes képviselő lesz a jelölt. Hát minden esetre... Hallgatjuk a részleteket. Hát itt kiszivárgott információt mondtam. És el. A név? A nevet nem tudom. Csak annyit tudok, akkor hogy ennek így mi értelme? Ez az utalás. Hát az van, hogy azért ők is tudják, hogy ez erős ez a Borkai. Tehát ez azt erősíti, amit te mondasz, hogy könnyen lehet, hogy ez egy erős trollkodás. Viszont a hír szerint valaki mégiscsak javasolta. Hajtó Péter. Igen, és azt kell, hogy mondjam, anélkül, hogy túlzottan megbántanám ezt a kormánypárti önkormányzati képviselőt, hogy a politikai érzéke még nem elég kifejlett. Tehát még ezen érdemes dolgoznia annak érdekében, hogy ideológiailag, illetve a kommunikáció taktikailag kellően képzett legyen. Amit azért én hallottam, hogy Hajtó Péter és Dézsi Csaba polgármester bár egy párthoz tartoznak, de nincsenek túl jóban. És Hajtó Péter ráadásul pont a Borkai időszakban vált stabilan képviselővé és a párt meghatározó győri alakjává, és ez tényleg inkább egy ilyen kis odaszúrásnak tűnik, amit így, de azt lehet túlzás, tehát azt mondani, hogy fű alatt próbáltak megoldani, mert végül is kitudódott, de ez nagyjából erről szól, hogy inkább a Borkai féle. Na jó, de egy lejáratódott, egy eléggé lejáratódott polgármestert, egykori polgármester díszpolgárnak egyáltalán javasolni is egyáltalán, hogy valakinek eszébe jutott ez a nem túl szerencsés ötlet. Hát meg hogy abba gondoltam bele, hogy egy tisztes, konzervatív, jobboldali, győri szavazópolgár, aki már ezt az egész ügyet szíve szerint elfelejteni, és azt mondja, nem hagyják neki. Mindenki megtévedés, igen, és hogy nem hagyják. Tehát, hogy ez annyira kontraproduktív. Ezt. Még akkor is, hogyha van egy ilyen belső vita, ráadásul ugye az önkormányzati választások azért most már belátható távolságra került. Na jó, de nyilván nem vállalják fel, ahogy a későbbi hír szólt is erről, hogy tehát nincs sok esélye annak, hogy Borkai legyen az új díszpolgár. Ebből azért elég országos botrány is tudna kerekedni. Hát annál is inkább, mert tényleg megnéztem, hogy Győrnek kik voltak a díszpolgárai korábban, meg más városoknak, hogy milyen embereket szoktak a díszpolgároknak jelölni, hát én is tudom. Tehát ebbe a körbe azért polgármesterek nem nagyon szoktak belekerülni, kivéve Tarlós Istvánt, vagy hasonlattal éljek. De eszembe jut, hogy szóval nem tudom elképzelni, hogy ezt valaki komolyan gondolta, Emily. Tehát, hogy én azt tudom, ugyanúgy, ahogy Gyuri mondja, hogy nem tudok mást elképzelni, mint hogy ezzel egymásnak üzengettek, vagy játszottak egy ilyet a két fideszes politikus, hogy mert aki ezt komolyan gondolja, bocsánat, hogy kimondom, szerintem az hülye. No, akkor átugrunk majd az adás második végében, részében a politika járók másik oldalára, és hogy ki mennyire gondolta komolyan. A DK-ból abszolút komolyan gondolták, hogy Rászné Földi Judit legyen a DK új parlamenti képviselője. A Momentumnak nagyon nem szeretné ezt, ezzel a vitával folytatjuk majd a reklám után. Folytatjuk is a naphírét Unyacinszki Györgyel, Veres Gáborral és Nagy Attila Tiborral. És Rászné Földi Judit körül kialakult vitával, hát ugye történt ugyanis, hogy még anno az előválasztás idején, amikor együttműködtek az ellenzéki pártok, akkor az előválasztás előtt mindenki aláírt egy dokumentumot, hogy semmilyen morálisan, jogilag kifogásolható ügyletben nem vesz részt, ebben benne voltak az offshore érdekeltségek is, aztán a válaszolnál megírta, hogy Rászné Földi Juditnak van ilyen érdekeltsége, aztán ezzel kapcsolatban, mert hogy egy dokumentumon az aláírását is megtalálták, pert is nyert a Válasz Online, és innen pattant ki a vita, mert hogy Kordás László halála után Rászné Földi Juditot szeretné a parlamentben látni a DK, és mutatjuk, hogy ki hogy érvel az ő jelöltsége mellett. Még esküt kell tennie, de mostantól Rászné Földi Judit is helyet kap a parlamenti patkóban. Kordás László halála után a DK-nak döntenie kellett, hogy kit ültet a helyére. Választásuk Rászné Földi Juditra esett, akiről 2021-ben a Válasz Online írta meg, hogy offshore cég tulajdonosa volt. Miközben előválasztási jelöltként aláírt egy nyilatkozatot, hogy nincs a nevén ilyen vállalkozás. A lapot beperelte, veszített és azóta is tagadja, hogy offshore cége lett volna. Nem is volt és most sincs offshore tulajdonom.
Ezt még 2021-ben nyilatkozta a Fehérvár TV-nek. Rácné Földi Judit egy olyan tisztességes és becsületes európai politikus, akinek helye van a DK-ban, és mi ezekért a politikusainkért, ahogy már fogalmaztam korábban is, készek vagyunk akár a pokolra is elmenni. A DK szerint a mai szavazással meghiúsult a Momentum kísérlete, hogy egy korábban megadott meghatalmazás visszavonásával jogilag megakadályozzák, hogy a DK élhessen a pártot megillető jelölési jogával. Meglepett az MVB-nek a döntése. Látszik azért, hogy egy elég politikai döntést hoztak. A Momentum a kúriához fordul az ügyben, elutasítás esetén pedig alkotmányjogi panaszt nyújt be az MVB döntésével szemben. Ugyanakkor a párt frakcióvezető helyettese azt mondta híradónak, hosszú távon egymásra vannak utalva a DK-val. Bedő Dávid hangsúlyozta, a múltban is voltak konfliktusok, amelyeket mindig sikerült megbeszélni. Talán könnyebben, érthetőbben járunk el, hogyha szétválasztjuk ezt az ügyet egy jogi, meg egy morális vetületre. Ugye a jogi az sem egyszerű egyébként, mert hogy ugye a Nemzeti Választási Bizottság megszavazta azt, hogy ő beülhet a parlamentbe a DK színeiben, a Momentum meg azt mondja, hogy ő a kúriáig is elmegy, hogy ez így nincsen rendben. Kezdjük ezzel a jogi résszel. Igen, ez az eset is bizonyítja, hogy a világ legizgalmasabb dolga a politika. Most a Demokratikus Koalíció és a Momentum nagy harcát láthatjuk, ezúttal politikai erkölcs és jogi köntösbe, akkor kezdjük valóban a jogi köntössel, ugyanis a Nemzeti Választási Bizottság határozata azt állítja, hogy a Momentum, amikor, tehát az egészet onnan kell indítani, hogy a pártok között volt egy megállapodás, és a megállapodás értelmében a Demokratikus Koalíció kapott egy felhatalmazást, hogy a hozzátartozó listán szereplő képviselőjeik pótlásáról a DK vezetése döntsön. És most a Momentum meg a Párbeszéd azt találta ki, hogy felháborodva, hogy Rácné Földi Juditot jelölték, ők ezt a felhatalmazást visszavonják. Igen ám, csak hogy a Nemzeti Választási Bizottság azt állapította meg, hogy a Momentum elkésett a felhatalmazás visszavonásával, egy napot késtek, a Párbeszéd részéről meg nem a párt társelnöke nyújtotta be a felhatalmazás visszavonását, hanem a párt igazgató, akinek meg nem lett volna erre joga. Szóval ezen majd még el fognak bábozni a kicsit jogilag. Én egyébként nagy izgalommal várom, hogy majd a kúria, meg az Alkotmánybíróság két ellenzéki párt egymás közötti vitájában hogy fog dönteni, mert ilyen is rég volt. Ami pedig a politikai szálat illeti, hát ugye a Momentum most próbálja mutatni, hogy ő milyen erkölcsös, visszatért a helyes útra, ami az összefogás előtt volt. A DK-nak meg a párt belső kohéziójára kell ügyelnie, ugyanis Rácné Földi Judit régi motoros, és azt gondolta a DK elnöksége, hogy nem tehetik meg, nem engedhetik meg, hogy egy olyan politikust, aki már hosszú évek óta talppal különböző ügyeket próbál feltárni, nem engedik előre, és mondjuk egy újabb, a DK-hoz később csatlakozottat tesztek oda. Bocsánat, azért voltak páran a listán még Rácné Földi Judit előtt, tehát hogy egy Manhalter Dániát nem tudom, hogy miért gondolta a DK, hogy ő mondjuk nem alkalmas erre a pozícióra. Mert ő vagy, új. Vagy egy Szőkéné Kopping Rita, azt hiszem ő Kecskeméti. Ő kevésbé ismert. Tehát, ő kevésbé ismert, csak oda akarok kiukadni, hogy azért voltak ott nevek, akiket ők maguk tettek előrébe. Rácné régi motoros. Ez szólt. De a többiek előttük nem keveredtek offshore ügyekbe, vagy kabátlopási ügyeket szoktak máskor említeni. Itt offshore ügyekbe nem keveredtek a többiek. Én is ketté venném. Én komoly politikai szervezetnek tekintem a Momentumot. Tehát és azt is feltételezem róluk, hogy talán van egy jogász a csapatban, aki érti a választási jogrendszert. Azt is el tudom képzelni, hogy még az MVB-hez is be vannak kötve, és azt is el tudom képzelni, hogy nem is akarták ők ezt igazából megakadályozni, mert olyat, hogy 24 órát késsel valamivel, aminek van egy beadási határideje, és ezt egy jogászon keresztül teszed, olyat nem tudok elképzelni. Tehát egy ilyen eljárási hibát az ember akkor vét, hogyha nem akarja, hogy annak eredménye. Hát ez most akkor mind a két esetet tekintve elég súlyos vált, tehát hogy A, annyira bének,
mondja ezt Veres Gábor, hogy nem tudják megcsinálni. B, mondja Veres Gábor, nem is igazán akarták, csak akartak 15 perc hírnevet. Hát én azt mondom, én azt mondom, hogy tehát az normális esetben nem fordul elő, hogy az emberek 24 órát késnek egy beadvánnyal. Tehát tudják, hogy milyen határidejük van rá. Tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy nem. Ebből azt következik, hogy amit mondasz, hogy ezt gyaníthatóan, tehát fel lehet vetni, nem? Tehát, hogy ezt miképpen lehet, vagy következhet be, jó, akkor, hogyha nem is akarták. Magát a dilemmát is tegyük az asztalra, hogy vajon egy ellenzéki szavazónak, mondjuk egy bizonytalannak, mert ugye, ha jól értem, itt az ellenzéki pártok azért rájuk hajtanak. Melyik a fontos, melyik a vonzó mondás? Az, amit Gyurcsány Ferenc mond, hogy mi összesimogatjuk a világunkat, és senkit nem hagyunk hátra, írta egy Facebook posztban, és kiállunk egymás mellett, vagy az, amit a Momentum mond, hogy igenis vannak olyan emberek, akik méltatlanok arra, hogy kiálljunk mellettük, még ha az ellenzéki oldalon is vannak. Gyurcsány rosszul írta, nem összesimogatjuk a világunkat, összeverjük a világunkat. Tehát lehet attól tartani, hogy mondjuk a bizonytalan szavazó ebből annyit ért meg, hogy ezek már megint feszekednek. Nem fogja ez a választópolgár elolvasni a Nemzeti Választási Bizottság mai határozatát. Ez mondjuk alátámasztja valamelyest, amit az előbb behangzott, hogy a Momentum valójában direkt hagyta elszúrni ezt a beadványt, de hogyha így van, akkor nem sok jót tudok róluk gondolni. Reméljük nincs így. Bocsánat, taktikailag egyébként miért ne hagyhatná a Momentum, hogy akkor Rácnén keresztül égesse magát a DK a jövőben? Tehát, hogy ez egy, szerintem nem egy... Jó, csak akkor, hogyha egy komoly párt van, komoly jogászokkal állítólag, akkor ilyen szarvas hibát, már ha igazat ír a Nemzeti Választási Bizottság, nem követhet el. Mert akkor miért gondoljam azt, hogy alkalmasak az ország vezetésére, hogyha esetleg még arra is képtelenek, hogy eljárási határidőket jogászokkal betartsanak. Másrészt van egy olyan vetülete is ennek a történetnek, hogy ezek a pártok tulajdonképpen behunyt szemmel kötöttek szövetséget. Tehát amikor eljött ez a 2022-es választás előtti megállapodások ideje, akkor mindenki a közös cél érdekében azt mondta, hogy na jó, legyen, beunjuk a szemünket, megyünk a DK-val, az MSZP-vel, mindenkivel együtt megyünk, a Jobbik is jön. És azokat a megállapodásokat, amiket akkor kötöttek, azokat a legtöbb párt, vagy néhány párt kifejezetten abból a kényszerből tette, hogy kormányt akart váltani. Nem is hitte, hogy az helyes, nem is biztos, hogy egyetértett vele, de aláírt ezeket a megállapodásokat. Nekem, én nem szeretném sem a Földi Juditot, sem a DK-t, sem senkit sem védeni ebben a székben, de azt tudom mondani, hogy amikor én megállapodok veled arról, hogy 2024-ig bármi is történjen, a jelölés joga erre a helyre a tiéd, akkor az a tiéd. És azt biztos nem teszem, hogy ezért ezt nem rád bízom, hogy egyébként te emiatt kit választasz, mert az a közös jelölt ugyan, de mindenki fogja tudni, hogy amikor beül a parlamentbe Rászné Földi Judit, hogy ő a DK képviselője. Egyetlen egy párt felelős azért, hogy az ő saját soraiban kik ülnek, ebben az esetben a DK. És ráadásul ennek még, csak egy mondat, lehet egy olyan következménye, hogy kölcsönkenyér vissza fog járni. Tehát olyan. Hasonló helyzetben majd előfordulhat az, hogy mondjuk akkor majd a Momentum tagadja meg, vagy mondjuk a Párbeszéd, és akkor ez így tovább fog gyűrűzni. Nem kell kinyitni ilyen szelencéket, ez nem jó. Nyilván, hát de kinyílt. Arra a kérdésre, hogy a listám Rászné Földi Judit előtt álló DK-sokat miért nem ültetik a parlamentbe, úgyhogy ő ugye kikapott az előválasztáson, az meg a DK-nak kell megválaszolni, viszont mindenki megkerülte azt a kérdést, amit bocsánat, a Malhalter is kikapott. Ide teszek, hogy de mindez vajon a választóban hogy csapódik le? Tehát, hogy ő úgy áll ehhez, hogy most komolyan itt rúgózik két ellenzéki párt azon, hogy valakinek az offshore érdekeltsége valamilyen sajtóhír szerint, nem tudom, street-tízben meg automosót üzemeltetett, miközben az miniszter helyettes ott ül a vádlottak padján, mert hogy 3-5 millió forintot kapott ügyek intézéséért cserébe, hogy ezek nem azonos fajsúlyú ügyek, vagy ezt vajon így ítéli meg egy ellenzéki választó? Tehát a politika iránt jobban érdeklő választók körében
ez párt szimpátia alapján fog lecsapolni. Tehát én azt gondolom, hogy aki eddig a DK híve volt, az azt mondja, hogy nagyon helyes, ahogy a mi Juditunkat teszik be a parlamentbe, aki meg Momentumos, azt mondja, hogy felháborító, hogy egy offshore... De bizonytalan vajon na most a bizonytalanok, meg Magyarországon egyébként a politika iránt kevésbé érdeklődők vannak többségben, tehát volt a Mérték média elemzőnek egy kutatás erről, 15% érdeklődik aktívan a politika iránt, akik meg kevésbé, ők azt érzékelik, hogy ezek már megint veszekednek, és biztos lehetünk abban, hogy a kormánypárti média rendszer majd ebből is egy jó kis történetet tud keríteni. Nagyon igazad van ebben. Igen, de szerintem nagyon izgalmas az, hogy most végül is egy verseny van, és akkor is látni fogjuk, tehát te most ketté osztottad, hogy akkor inkább kihez, inkább kinek az álláspontját fogja elfogadni. Tényleg van most egy bizonytalanabb csoport az ellenzéken belül, ők tudják magukról, hogy ellenzékiek, de hogy melyik formációhoz tudnak inkább csapódni, kivel tudnak inkább azonosulni, ezt látni fogjuk a számokon. És szerintem ez egy tök jó dolog egyébként, hogy ez a verseny most így kinyílt. Bármilyen konfliktusok is vannak, és lehet azt mondani, hogy az a bajom, Gyuri, tartanám hogy magam. Versenyeznek, meg miben versenyeznek? Tehát úgy versenyeznek. Egy roncs derbinek is lesz végeredménye. Ez nem jó. Hát ez jó, nem jó az szerintem a csúcson hagyjuk abba ezt a témát, hogy semmiképp ne vesszük kárba Parag László aranymondatait, mert ugye a napmondata rovatunkban az iparkamara elnökének a világgazdaságnak adott interjújából idézünk két mondatot. Debrecen akkumulátorgyár és Magyarország, mint akkumulátorgyár nagy hatalom a téma, és ami kifejezetten érdekes, hogy például szerint egy ilyen beruházás élhetőbbé teszi a környezetet, és egyébként Magyarország a béke szigete lesz a nyugati technológia és a keleti tőke tengeré. Na ezért akartam tényleg gyönyörű. Ide idézni. Kosztolányit idézi. Tényleg, bocs, van hozzá gondolatom. Az akkumulátorgyártás önmagában, én ma véletlenül utána olvastam, milyen környezeti hatásai vannak, kicsit érdekel. Azt megtudtam ebből, mondjuk egy példát mondva, hogy 280 ezer tonna széndioxidot termel ez az akkumulátorgyár Uszkve egy év alatt. Ez egyébként 3-5%-kal terheli meg a környezetét, pluszban mondjuk a Debrecen környéki egyéb kibocsátásnak. De ennél sokkal érdekesebb, hogy mondjuk az az akkumulátorgyár, amelyik megtervezett autókba akkumulátorokat gyárt, és ezek nem ilyen kis mini akkumulátorok, hanem amikből az elektromos autók mennek, azt nem tudom, hogy tudtátok-e, nagyon érdekes adat, hogy egy átlag elektromos autónak körülbelül 50 ezer kilométert kell mennie addig, amíg eléri az előállításakor keletkezett környezetszennyezés mértékét eléri mondjuk az 50 ezer kilométer futó benzines autójénak. Egy nagyobb autónak, mondjuk egy luxus kategóriás elektromos autónak, ez 250-280 ezer kilométernél éri el ezt a szintet. Egy percet szeretném, hogyha igazságosan megosztana György és Nagy Attila Tibor. Egyszerűen csak, hogy ugye Parag László arról beszélt, hogy ez egy zöld beruházás. Hát most bocsánat, hogyha így beszélünk, vagy ezen a színvonalon beszélünk, azzal az indoklással, amit egyébként ő hozzáfűzött, ami igazából egy fél mondat se volt, akkor én meg azt mondom, hogy ez egy kék vagy lila beruházás. Tehát, hogy nem, nincs értelme igazából ennek a levezetésnek, és nem is értem, hogy miért volt fontos neki ebben exponálnia magát. Parag László most a kormány vonalát viszi, remélhetőleg megdicsérik ezért. Komolyan vetted az időt. Komolyan vett. Jó, de azért tegyünk mellé, hogy azért azt elmondja, hogy milyen hihetetlen gazdasági ökoszisztéma tud egy gyár köré épülni, a beszállítói láncok, ne, és hogy ez mind-mind jó tesz a gazdaságnak. Ez jó tesz a gazdaságnak, csak annyira furcsa, hogy kesergünk állandóan, hogy leépült Magyarország ipara, és akkor most próbáljuk újraiparosítani. Könyörgöm, akkor barna mező sem, mert nem lehet ilyen beruházásokat csinálni. De nem is magyarok a beruházás tulajdonosai, hanem ráadásul kínaiak, tehát a kormány egy kínai cég érdekében lazítja a szabályokat, és 87 milliárd fordít arra az ipari övezetre. Egy szavas kört fussunk, hogy ki gondolja azt, hogy lesz ez a beruházás, megvalósul, vagy a civil ellenállás az meg tudja akadályozni. Igen, nem. Lesz, vagy nem? Lesz, megvalósul, és a civil ellenállás szerintem onnantól kezdve durvább lesz hasonló ügyekben. Én szerintem nem használ annyit ez a civil mozgalom, amennyit kellene, hogy használjon. Tehát megcsinálják, igen. Megvalósul, de ennek lehetnek még politikai következményei Debrecenben, feltéve, hogyha az ellenzék nem bénázza el. Köszönöm szépen. Pontos. A
véleményeket, önöknek pedig a figyelmet. Most jön a híradó, az Egyenes beszéd, a mai téma, tartsanak velünk, szép estét!